Farkas Zsófia egy Körmendi Lajos történettel nevezett, ami egy tanulságos lóvásáról szólt. Zsófi számára nehezebb volt az online mesemondó. Ő szereti, ha a zsűri előtt mesélhet. Én a Körmendi Lajos a Tártas Kincse című kötetből Tártasból Gebe című mesével jelentkeztem. Miért pont ezt választottátok? Mert ez tanulságos. Mesélj egy picit pár mondatban, hogy miről szól ez a mese. Arra, hogy egy igari uraság eljön ide a vására, és keres egy szép lovat. Meg is találja, de látja, hogy ott van egy szegény ember, és nem szeretné, hogy azt lássa, hogy neki tetszik ez a ló, ezért ezt próbálja eltitkolni. Aztán végül meg is veszi. De a szegény ember mondja azt neki, hogy ő nem is adná el, mert nagyon szép, csak hogy sok vele a gond. Ő meg ezt nem igazán hitte el, de aztán végül pórul jár. Tehát ez a tanulság számodra. Egyébként a lovakat szeretted, hogy ilyen mesét választottál? Igen. Sok versenyen voltál már? Hát, igen. A versenyre Csikósné Takács Anikóval gyakorolt, és felvétel előtt még szüleinek is elmondta otthon a választott mesét. Ősztől ötödikes lesz, amit nagyon vár. Az alsóban a tanítónénitől sok tudást kapott. Neki a dolgozatok is tetszettek. Sok tudást. Nekem mindig a dolgozatok is tetszettek. Jók voltak szinte mindig a jegyeim. Ezek milyenek ezek a jó jegyek? Milyen volt a fél évid? Ötös. Kedvenc tárgyad? Gondolom az olvasás? Igen. És még? Hát a nyelvtant és a matekot is szeretem. Akkor ezek szerint felsőben hasonló ilyen versenyeken is indulsz majd? Gondolom. Jók voltak mindig a jegyei is, ezt szeretné a felsőben is megtartani.